Tisztelt taphallgatók! Egészségpercek című műsorunk mai témája az újraélesztés. Erről a nagyon fontos témakörről Sebő Gáborral, a Kazincbarcikai Kórház minőségügyi vezetőjével beszélgetek. Üdvözöllek itt a Rádió Top stúdiójában, kérlek, mutatkozz be a rádió hallgatóinak. Üdvözlök minden kedves hallgatót, Sebő Gábor vagyok, a Kazincbarcikai Kórház minőségügyi vezetője. Ugye most az újraélesztésről fogunk beszélgetni, arról tudnál nekünk mondani pár mondatot, hogy ez miért fontos? Európában gyakorlatilag minden 45. másodpercben valaki keringés megállás szenved el. Óriási adatok vannak a keringés megállást illetően, és ha 1-2 percen belül megkezdjük az újraélesztést, gyakorlatilag több mint 60% feletti esélyt adunk arra, hogy a beteg túléljen, úgyis, hogy akár maradandó károsodást sem fog szenvedni. A túlélés esélyénél, az újraélesztésnél egy 4 szemből álló láncról kell beszélnünk, amely annyira erős, amennyire a leggyengébb láncszeme lesz majd. A 4 szemünk a következő: a korai felismerés és a segítséghívás, a minél hamarabbi segítségkérés, ezt követően a minél hamarabb megkezdett újraélesztés, minél hamarabb megkezdett defibrillálás, ami ugye a korai túlélésben az egyik legfontosabb tényező abban az esetben, hogyha sokkolandó ritmusról beszélünk, illetve a minél hamarabbi újraélesztés utáni ellátás, itt elsősorban a mentőszolgálat ellátását, illetve a különböző kórházak intenzív osztályos ellátását fogjuk érteni. Hogyan ismerjünk fel egy eszméletlen beteget? Mi ennek a fogalma az eszméletlenségnek? Az eszméletlenség gyakorlatilag egy tudatzavarok közé tartozó állapot, ilyenkor a beteg nem ébreszthető, reflexei részlegesen vagy egyáltalán nem működnek, de nagyon fontos, hogy ezeknek a betegeknek a légzése, illetve a keringése megtartott. Számtalan okát ismerjük az eszméletlenségnek, az egyszerű banális fejremért ütéstől kezdve, a különböző mérgezések, nem kell messzire menni a mérgezések esetében, alkohol, gyógyszerek, kábítószerek, különböző gázok, ugye a téli fűtési szezonban a szénmonoxid mérgezés nagyon gyakran előfordul, az őszi szezonban a musgáz, ugye a széndioxid mérgezés is okozhat eszméletlenséget. De az elégtelen légzés, vagy a különböző keringési zavarok, a keringési elégtelenségek is okozhatnak eszméletlenséget, illetve például epilepsziás rohamot követő görcsállapotok is eszméletlenségnek az egyik okai között tartjuk számon. Az eszméletlenségnek a tünetei közé tartozik, hogy amikor a szervezetnek az oxigén utánpótlása sérül, ilyenkor a védekezési mechanizmusok csökkennek, vagy teljesen kiesnek, ezáltal például a sérülést elhárító védekezési mechanizmusok is hiányozni fognak. Ezért például egy görcsállapotot megelőző állapotban, amikor a beteg elesik, akkor például koponyasérüléseket szenvedhet. Az eszméletlen beteg az őt ért külső fizikai ingerekre nem reagál, tehát amikor én megfogom a két vállát, megrázom, megszólítom, akkor ezekre nem fog reagálni, izomzata nagyon gyakran elernyed ezeknek a betegeknek, ezáltal előfordul, hogy a székletüket, vizeletüket maguk alá engedik a betegek, de az eszméletlen betegnek nagyon fontos, hogy a légzése és a keringése megtartott. Mi a különbség a klinikai és a biológiai halál között? A klinikai halált az gyakorlatilag egyszerű megfigyeléssel, tapintással, a bőrünk érzékelésével, a fülünk hallásával meg tudjuk állapítani. Ha a biológiai halál jeleit egyértelműen nem észleljük, akkor a beteget klinikai halottnak tekintjük akkor, hogyha a beteg nem lélegzik. Ilyenkor megalapozott esélyünk van arra, hogy a folyamatot lassítani vagy visszafordítani tudjuk. Ugye, ahogy megszűnik a szervezetben az oxigén utánpótlás azáltal, hogy a keringés megáll, ilyenkor a sejtek az erekben lévő oxigén tartalékokat kezdik kell használni, és tudjuk nagyon jól, hogy a központi idegrendszerben az agysejtek, az idegsejtek azok, amelyek nagyon érzékenyek az oxigénhiány állapotára. Itt nagyjából 3-5 percre elegendő oxigén tartaléka van az idegsejteknek, és ezután már nagyon nehéz maradandó károsodások nélkül hatékony és optimális újraélesztést végezni. A klinikai halálnak különböző tünetei vannak, ide tartozik a légzésnek a hiánya, a nem tapintható pulzus, a tág, fénymerev pupillák, illetve a hideg, sápat, szederjes bőr is ide tartozik. Biológiai halálról akkor beszélünk, amikor az alapvető életműködések, tehát a légzés, a keringés, a mozgás, a beszéd hiányzik, és ebben a folyamatban már megalapozott reményünk nincs arra, hogy vissza tudjuk fordítani. Biológiai halálnak vannak egyértelmű jelei is, ilyen az élettel összeegyeztetetlen sérülések, amikor a fej például el van választva a nyakról, vagy a törzs ketté van szakítva, vagy durva agysérülést látunk a betegen. Fontos, hogy itt felhívjam a
figyelmet arra, hogy a végtagok vesztése, tehát az alsó végtag és a karnak az elvesztése nem tartozik élettel összeegyeztetetlen állapotok közé, ugyanis abban az esetben, ha egy hatékony artériás vérzéscsillapítást csinálunk, akkor a beteg életét meg tudjuk ezzel menteni. Illetve a biológiai halálnak az egyértelmű jelei, amikor a test bomlásnak indul, a hullamerevség állapotát látjuk rajta, vagy hullafoltokat észlelünk. És mi a teendünk akkor, hogyha eszméletlen szemét látunk? Nagyon fontos, mielőtt bármiféle segítségebe is belekezdünk, hogy ellenőrizzük a helyszín biztonságos meglétét. Abban az esetben, ha a környezet, a helyszín nem biztonságos, gondoskodnunk kell a biztonságos ellátás feltételeinek a megteremtéséről. Például kérjünk rendőrhatóságot, tűzoltó segítségét, és addig ne kezdjük meg az újraélesztést, ne kezdjük meg a segítségnyújtást, amíg a saját testi épségünket, kialakító tényezőket meg nem szüntetjük. Amikor biztonságos helyszínt alakítottunk ki, a válaszképesség vizsgálata következik, ilyenkor oda megyünk a beteghez, óvatosan megfogjuk mind a két vállát, megrázzuk, hangosan megszólítjuk, jó napot, hall engem, hogy érzi magát? Két lehetőségünk van a válaszvizsgálat után, ha a beteg válaszol, hozzánk szól, hagyjuk a talált helyzetében, kérjük meg, hogy ne mozogjék, maradjon úgy, illetve folyamatosan ellenőrizzük a beteg állapotát, minél hamarabb kérjünk segítséget, például a 104-es számon a mentőszolgálattól, és nyugtassuk meg a beteget. Abban az esetben, ha a beteg nem válaszol, semmilyen életjelenséget nem mutat a válaszképesség vizsgálatára, szintén kérjünk segítséget a mentőszolgálattól, majd ezt követően ellenőrizzük a betegnek a légzését. Ezt hogyan kell helyesen elvégezni? A légzés ellenőrzése egy nagyon egyszerű folyamat. Mielőtt elkezdjük a betegnek a légzés vizsgálatát, érdemes beletekinteni a betegnek a szájába, találunk-e esetleg oda nem élő légúti idegen testet, például gyomortartalmat, rosszul rögzített instabil protézist. Ha ilyeneket látunk a szájüregben, ezeket távolítsuk el onnan, ugyanis a légúti akadály majd a lélegeztetés meg fogja akadályozni. Ezt követően zárjuk be a betegnek a száját, a fejét hajtsuk hátra, majd hajoljunk oda a beteg arcához oly módon, hogy a saját arcunk a beteg lába irányába tekintsem, és a hármas érzékeléssel ellenőrizzük a betegnek a légzését. A hármas érzékelés a két szemem, ugye azzal látom, ahogy emelkedik és süllyed a beteg mellkasa, a fülemmel hallom, illetve az arcbőrömön érzem, ahogy a beteg orrából a levegő kiáramlik. Mindezt 10 másodpercig végezzük, és folyamatosan közben számoljunk hangosan 10-ig. Két lehetőségünk van a légzésvizsgálatot követően. Ha a beteg normálisan lélegzik, azaz a 10 másodperces vizsgálati idő alatt legalább kétszer levegőt vett, akkor helyezzük a beteget stabil oldalfekvő helyzetben, hívjunk mindenképpen segítséget, hiszen valamilyen oknál fogva a betegünk eszméletlen, őt el kell látni, meg kell vizsgálni, ki kell deríteni az eszméletlenségnek az okát, illetve föl kell deríteni, hogy esetleg az eszméletvesztés következtében nem sérült meg, illetve folyamatosan ellenőrizzük a segítséghívás után a beteg állapotát, légzését, és ne hagyjuk magára. Hogyan tegyük stabil oldalfekvésbe a beteget? A beteg a hátán fekszik, letérdelünk a törzse mellé. A hozzám közelebb eső karját 2x90 fokba elhelyezzük a beteg feje mellett, méghozzá oly módon, hogy 1x90 fokba a könyökizületben, 1x90 fokban pedig a vállizületben helyezzük le a karját. A tőlem távolabb eső karját a beteg arcához fogom majd emelni, illetve a tőlem távolabb eső térde alá benyúlok, térdénél behajlítom a lábát, és magam felé fordítom a beteget. A stabil oldalfekvő helyzet azért is jó, mert az eszméletlen betegeknek a reflexei részlegesen működnek, vagy akár teljesen hiányozhatnak is. Ilyenkor az eszméletlen beteg nem biztos, hogy fent tudja tartani a légutak átjárhatóságát, viszont stabil oldalfekvő helyzetben magától fennmarad az átjárható légút, ezért a lélegző betegnél továbbra is fennmarad a lélegzés ennek a betegnek. Illetve azért is jó még ez a helyzet, mert ha a beteg légúti váladékot vagy gyomortartalmat ürítene, az a szájon keresztül ki tud csorogni a talajra, és mivel magason van a betegnek a szája a talajszinthez képest, ezért nem fog a beteg orrnyílása, szájnyílása az ürített váladékban benne lenni, ezáltal nem fog a következő lélegzetvételnél a légutakba bejutni. Ha a betegnek nincs légzése, minden esetre azonnal értesítsük a mentőszolgálatot a 104-es telefonszámon, hozassunk külső félautomata defibrillátort, ha tudunk arról és van tudomásunk arról, hogy a külső környezetünkben van a közvetlen
hozzánk közelben ARD, tehát külső fülautomata defibrillátor, és minél hamarabb ezt követően kezdjük meg a mellkas kompressziókat, tehát a mellkas mechanikus összenyomását. Hogyan kell újraéleszteni? Hogyan kezdjünk neki? Miután megalapítottuk, hogy a betegnek nincsen légzése és segítséget kértünk, tegyük szabaddá a betegnek a mellkasát, tehát bontsuk le róla a ruházatát, helyezzük a beteget kemény alapra, tehát ha a beteg például ágyban fekszik, akkor le kell tenni a beteget a földre, a kemény alap fogja majd segíteni nekünk a helyes mellkas kompressziót, tehát a helyes mellkas összenyomásnak a kivitelezését. Helyezkedjünk el a sérült mellkasa mellett, kezünket kulcsoljuk össze, és helyezzük a mellkas közepére. A mellkas közepét nagyon könnyen meg tudjuk állapítani a férfiak esetében, hogyha a két emlőbimbót összekötjük egy képzeletbeli vonallal, ennek a vonalnak a közepe fogja majd megadni a helyes mellkas kompresszió területét. Hölgyek esetében egy kicsit bajban vagyunk, ugyanis a hölgyeknél az emlő mérete miatt nem megbízható pont lesz az emlőbimbókat összekötő egyenes, ilyenkor a mellkas közepét kell megkeresnünk oly módon, hogy a kulcsontól az utolsó bordaívig terjedő szakaszt kimérjük, és annak a közepe fogja majd megadni a mellkas kompresszió helyes helyét. Miután megtaláltuk a mellkas kompresszió helyét, összekulcsolt kezünket a szegcsontra helyezzük, és lenyomjuk a mellkast 5, de legfeljebb 6 cm mélyre. Ennél mélyebbre nem kell nyomni, mert nem lesz hatékonyabb az újraélesztés, illetve felesleges energiákat fogunk majd pazarolni. A mellkas lenyomást, hogyha összeadjuk percenkénti lenyomások számát, akkor nagyjából 100-120-as frekvenciával kell a mellkas nyomni. Fontos, hogy minden egyes lenyomás követően teljesen engedjük fel a mellkast, hogy a következő lenyomásnál megfelelő vérmennyiség tudjék kiáramolni a külső perifériákra. És ne támaszkodjunk a betegnek a mellkasán, mert ez szintén akadályozni fogja azt, hogy a mellkasból következő lenyomásnál a vér kiáramoljék. Miután a mellkas kompressziókat elvégeztük, a beteg lélegeztetésével kell folytatnunk az újraélesztést. A lélegeztetés oly módon történik, hogy a beteg fejét hátrahajtjuk, száját bezárjuk az áll megemelésével, bekapjuk a betegnek a teljes orrát, és egy normál nyugalmi légvételnyi mennyiségű levegőt belefújunk a beteg orrába, ez körülbelül fél liter 600 ml levegőt fog majd jelenteni. Az első befújás követően fejünket a légzésvizsgálatnál megtanult módon oldalra fordítjuk, és ugyanúgy a hármos érzékeléssel látom, hallom és érzem, ahogy az általam korábban befújt levegő kiáramlik. Ezt követően még egyszer belefújunk a betegnek az orrába, és a második befújás követően már megyünk is vissza a mellkashoz, és folytatjuk a mellkas kompressziókat. Nagyon fontos, hogy a két befújásos lélegeztetés 10 másodpercnél tovább ne tartson, ennél további időre nem szakíthatjuk meg a mellkas kompressziókat. A lélegeztetés egyébként lehet szájból szájba, illetve szájból orrba is végezni, minden esetre a szakmai ajánlások a szájból orrba való lélegeztetést preferálják, méghozzá azért, mert ilyenkor több helyen megtöretik a légút, kisebb nyomással fogja az általunk befújt levegő elérni a garat gége területét, és nagyobb eséllyel fog a beteg tüdejébe bejutni a levegő, és nem a gyomrába. A gyomorba fújt levegővel az lesz a problémánk, hogy amikor majd a következő mellkas kompressziókat csináljuk, a gyomorba fújt levegő, illetve a gyomortartalom a mellkas összenyomásának hatására a szájüregbe fog kerülni, és ugye ezt megint ki kell takarítani onnan, megint időt veszítünk, illetve hogyha nem takarítjuk ki, akkor a következő lélegeztetésnél a gyomortartalom majd a légutakba fog belekerülni. Nagyon fontos, hogy ha a szájból orrba lélegeztetünk, akkor a beteg száját kell bezárni, ha a szánkból a beteg szájából lélegeztetünk, akkor pedig a beteg orrát kell befogni. A levegő sajnos olyan, mint a lusta ember, mindig a kisebb ellenállás felé megy. Nagyon fontos, hogy helyesen végezzük a lélegeztetést és a mellkas kompressziót, ezt hogyan tudjuk megtenni? Hogyan kell helyesen végezni ezeket? A mellkas kompressziót, illetve a lélegeztetést egymással kombinálni oly módon kell, hogy amikor megállapítottuk a betegnek a légzés leállását, akkor 30 mellkas nyomást végzünk, ezt követően kétszer belefújunk a betegnek az orrába, vagy a szájába, vagy az előbb említett módon. Egyébként folytatjuk az újraélesztést folyamatosan. Tehát 30 mellkas kompresszió, két befújásos lélegeztetés, utána megint 30 mellkas kompresszió, majd megint két befújásos lélegeztetés következzék. Itt jön a kérdés, hogy meddig kell végeznünk az újraélesztést. Nyilván addig, amíg meg nem érkezik a segítség, például a mentőszolgálat meg nem érkezik, esetleg a beteg életjeleket nem fog majd mutatni,
illetve előfordulhat az is, hogy olyan környezetben vagyunk, ahol nagyon sok időbe kerül, amíg a segítség megérkezik, és esetleg kimerülésünk miatt abba kell hagynunk az újraélesztést. A külső félautomata defibrillátor, az egy nagyon okos, nagyon intelligens, modern eszközök. Ha rendelkezésünkre áll, mert a környezetünkben közel elérhető ezek a készülékek, akkor gondoskodjunk a készülék mihamarabbi megérkezéséről, és amint megérkezik a készülék, kapcsoljuk be, és onnantól kezdve a készülék utasításait kell követnünk. Ahogy bekapcsoljuk a készülék onnantól kezdve folyamatosan lépésről lépésre elmondja, hogy mi a teendőnk. El fogja mondani, hogy tépje fel az elektródákat, és helyezze a beteg csupasz mellkasára az ábra szerint. A készüléken, illetve a tappancsokon is, amelyeket föl kell helyezni a beteg mellkasára, rá van rajzolva, fel van tüntetve, hogy hova kell fölhelyezni a tappancsokat. Miután a tappancsok fölkerültek a beteg mellkasára, a készülék ritmusanalízis fog majd végezni, és fölhívja a figyelmünket, hogy mindenki engedje el a beteget, ritmusanalízis történik. A készülék a ritmusanalízis elvégzését követően eldönti, hogy szükséges-e a sok leadása, vagy nem. Abban az esetben, amennyiben a sok leadását a készülék indokoltnak tartja, mert olyan ritmuszavara van a betegnek, amely sokkolást igényel, abban az esetben a készülék saját magát elkezdi feltölteni, és miután a tappancsokat feltöltötte, a készülék fogja kérni, hogy a sok leadásához nyomjuk meg a piros gombot. A készüléken villogó piros gomb jelzi a sok leadásának a helyét. Abban az esetben, amennyiben a készülék nem indokolja a sok leadását, mert nem sokkolandó ritmuszavar okozza a beteg keringés megállását, a készülék nem fog sokkot javasolni, tehát nem tölti a tappancsokat, és hiába akarjuk megnyomni a készüléken a gombot, nem fog történni a készülékkel semmi, felhívja a készülék a figyelmünket, hogy végezzünk mellkas kompressziókat és befújásos lélegeztetést. A készülék 2 percenként meg fog minket állítani, ugyanis 2 percenként ő automatikusan ritmusanalízis fog majd újra végezni, és ismételten eldönti, hogy sokkolandó vagy nem sokkolandó ritmusa van a betegnek, tehát kell-e sokkot leadnunk, vagy nem kell sokkot leadnunk. Érdemes elmondanom a készülékeknél, mint minden egyes készülék, ugye, ők is elromolhatnak, lemerülhet az akkumulátor, meghibásodás történhet. Abban az esetben, ha a készülék használat közben üzemképtelenné válik, akkor úgy kell tekintenünk, hogy nincs ott a készülék, tehát végezzünk továbbra is mellkas kompressziókat, illetve befújásos lélegeztetéssel folytassuk az újraélesztést. Újraélesztés abban az esetben, hogyha ketten vagy többen állunk rendelkezésre, némiben módosulni fog majd az újraélesztésnek a protokollja. Két elsősegélynyújtó esetében az egyik elsősegélynyújtó a beteg mellkasa mellett fog majd elhelyezkedni, míg a másik segítségnyújtó a beteg feje mellett a másik oldalon helyezkedjék el. Itt, aki a mellkas mellett helyezkedik el, értelemszerűen ő fogja végezni a mellkas kompressziókat, tehát lenyomja 30-szor egymást követően a beteg mellkasát. Ezután, aki a beteg másik oldalán a fejnél helyezkedik el, ő be fog majd 2-szer fújni a betegnek. A 2 befújás követően folytassuk újra a 30 mellkas kompresszióval, utána pedig ismételjük meg a 2 befújásos lélegeztetést. Annyi változás van ebben a protokollban, hogy 2 percenként javasolt lecserélni azt a szemét, aki a mellkast nyomja. Ugyanis ez egy nagyon fárasztó, fizikailag kimerítő folyamat, ezért 2 percenként gondoskodjunk arról, hogy aki eddig a mellkast nyomta, őt cseréljük le, és ilyenkor ebben az esetben ő fog majd tovább lélegeztetni. Van olyan eset, amikor nem javasolt az újraélesztés? Igen, sajnos beszélnünk kell erről is. Vannak olyan betegségek, amelyek a tudomány mai állása szerint nem gyógyítható betegségek. Ezek a betegségek, hogyha végstádiumú állapotokban van, például tumoros betegségeknél, és bekövetkezik keringés megállása, nem biztos, hogy etikus lenne a végstádiumban szenvedő beteget újraéleszteni, hiszen az ő szenvedését meghosszabbítani azért az elég komoly etikai kérdéseket vet föl. Abban az esetben, hogyha a betegnek élettel összeegyeztetetlen sérülései vannak, meg lehet próbálni a újraélesztést, de nem biztos, hogy hatékonyak és illetve sikeresek leszünk majd. Illetve akkor, hogyha a biológiai halálnak az egyértelmű jeleit észleljük, tehát például a húramerevséget, a hullafoltokat, vagy a holttest bomlásnak indulását, ebben az esetben sem lesz már lehetőségünk a sikeres újraélesztésre, illetve a jogszabály lehetőséget ad arra mindenkinek, hogy nem újraélesztendő
nyilatkozatot tegyék, ez közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített közokiratnak minősül, és abban az esetben, ha a beteg rendelkezik ilyen közokirattal, akkor az újraélesztéstől el tudunk tekinteni. Itt azért fölhívnám ennél a nyilatkozatnál a figyelmet mindenkinek arra, hogy az újraélesztésnél, amikor utcán valaki összeesik és keringés megállás szenved, ugye senki nem a táskáját fogja majd keresni, és abba a nem újraélesztendő nyilatkozatot előkeresni, ez inkább a kórházi ellátásra, inkább a kórházban történő keringés megállásokra vonatkozik, ugye ahol ismerjük, tudjuk, hogy annak a betegnek, akinek keringés megállása következett be, és van ilyen nyilatkozata, náluk az újraélesztést nem kezdjük meg. Egyébként ezt a kérdést inkább annak a részének szántam volna, hogy már nem tehetünk kárt az emberbe, tehát hogy ritka olyan eset van, hogy ne próbáljunk meg újraéleszteni. Valóban, gondoljunk arra, hogy az a beteg, aki keringés megállásban szenved, és még a biológiai halál egyértelmű jeleit sem észleljük, náluk a túlélés esélye nulla. Abban az esetben viszont, ha megkezdjük az újraélesztést, a próbálkozásunkkal esélyt adunk neki a túlélésre, és még a rosszul végzett újraélesztéssel is minimális esélyt adunk a betegnek arra, hogy ő túléljen. És ha belegondolunk abba, hogy ez a keringés megállásban szenvedő egyén a saját hozzátartozunk, akkor onnantól kezdve ez a minimális esély igencsak meghatványozódik. És kisgyermekek esetében ez az újraélesztés hogyan változik, vagy miként kell végezni? Az újraélesztésnél meg kell különböztetnünk újszülött, csecsemő, gyermek, illetve felnőttek újraélesztését is. Az újszülött, a csecsemő és a gyermek újraélesztése az sok mindenben eltér a felnőttek újraélesztési protokolljától, így erről most én nem fogok beszélni. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, és bízom benne, hogy az itt elhangzottaknak senkinek nem lesz rá szüksége. Ebben mindannyian csak reménykedni tudunk, de ha baj történne, már is ennyivel okosabbak vagyunk, és nem csak maga tehetetlenül várjuk az érkező segítséget. Hálásan köszönöm Sebő Gábornak ezt a rendkívül hasznos tájékoztatást. A gyermekek újraélesztésének helyes elvégzésére pedig egy illetékes szakorvos segítségét kérve későbbi adásunkban kerítünk sor. Köszönöm a figyelmüket, remélem sokat tanultak, Nagy Lillát hallották.